március 15-i hosszú hétvégén az ord időjárás ellenére 12 elvetemült terepjáró tulajdonos tájékozódási túrára indult az egyik hófúvások által legérintettebb területen, Zala megyében. Idefele reggeli útunk az Baranya megyéből Siklósról történt, hát már Pécsnél már nagyon rossz utakkal találkoztunk, Szigetvárfele lezárások voltak. Rendőröknek kellett segítenünk autómentésbe, teljes út zárlat volt, rettentő sok kamion vesztegelt. Bizony volt, ahol le kellett térnünk az útról, és árok mentén parkoldalba kellett jönni, hogy kikerüljük a kamionokat. Belecsúsztunk a hóba, csúnyán. A GPS pontok keresgélésének szerelmesei a 20 órás túra után egyöntetűen állítják, hogy az elmúlt évek legemlékezetesebb hétvégéjét töltötték a zalai dombok között. Az amúgy is nagyon sáros és belvizekkel teli utakra ráeső hómennyiség még nagyobb kihívás elé állította a résztvevőket. Az éjszakát hólapátolással, csörlőzéssel és a hol könnyebben, hol nehezebben elérhető és megtalálható jelek keresésével töltötték. Az elcsigázott résztvevőket szombaton finom ebéd várta, és a túrát sikeresen teljesítők elismerő díjat kaptak.